örülnek a kukák, viszi a szemetet a kukás autó hulladékra telepre. Ebben nincs változás júliustól. Abban sincs, hogy ezt a közszolgáltatást a továbbiakban is az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a Vármegye minden településén. Abban viszont jelentős változás történt a hónap elején, hogy a hulladékgazdálkodást országosan egy új szereplő, a MOL leányvállalata, a MOL Mohu végzi mondta 35 perci műsorunkban Éberhard Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. A közszolgáltató teljes szabolcs már bereg megye területén a társaságunk. Mi végezzük a szolgáltatást, a mi autóink mennek ki reggel, a mi embereink szedik össze. A számlázásban Biztosan lesz változás. Azt, ha követik az ügyfelek, akkor látják, hogy ugye 16 előtt a a küldte ki a számlákat, 2016-tól az EHKV számlázott neki, most pedig majd ö, legelőször a harmadik negyedéves számlát már a Mohumol fogja ö, számukra kiküldeni, és ott szépen meg lesz adva, hogy mire kell majd ügyelni. De még egyszer mondom, az a harmadik negyedévet követően kibocsátott számlára vonatkozik, mert ügyfeleink ugye most meg fogják kapni a második negyedéves számlát egy-két héten belül de ott még semmi változás nem lesz, nem kell, hogy új bankszámla számot nézzenek, semmit nem kell ott még tenni. Ja, az első gondolt az embernek, hogy jó, jó, és akkor drágább lesz, vagy olcsóbb lesz, lehet-e ezt már tudni? Ebben az évben a szolgáltatás díja mindenképpen változatlan lesz. Tehát ezt jogszabálytörvény törvény rögzíti, hogy ez a 10% rezsicsökkentés alá esett, 12-13 óta, jelenleg a díjfizetésben biztosan nem lesz változás a lakosság esetében. A vállalkozások számára viszont ad feladatot a július 1-i változás. Regisztrálniuk kell a MOL-MOHU honlapján első lépés ez, hogy ennek a mol a honlapján, a mohu.hu, regisztrálnia kell a vállalkozását, ott a szükséges adatokat, tehát a cég szerinti adatokat meg kell adnia, illetve azt is meg kell adnia, hogy milyen hulladékokat termel. Amennyiben ez rendszeres járattal gyűjthető, akkor ugyanígy a rendszeres járatunk, ahogy eddig begyűjtötte, meg fog történni a gyűjtés, de amennyiben eseti szállításra van igénye, ott direktben Jelen pillanatban még nem működik teljes százszázalékosan a rendszer, de ott direktben nem is minket kell keresni egy eseti szállítással, hanem már a MOL-MOHUT, és az a, tehát a, holnap, a partner portáli regisztráción kell leadnia neki a rendelést, és onnan jut el majd hozzánk az ő a konténer rendelése. Még egyszer mondom, ez vállalkozások esetében van így. Magánszemélyek ugyanúgy vehetik igénybe akár a rendszeres gyűjtőjárati szolgáltatást, akár a konténerest, ahogy eddigiek folyamán. Minden esetben a vállalkozásnak kötelezettsége ez a regisztráció, ez kötelező elvégezni mindenkinek. Attól függően, hogy ha mondjuk itt én egy irodai munkát végeztet abszolút. Nem tenni, erre. Úgy. El, elméletileg uh, erre azt mondanám, hogy aki már jelenleg is rendelkezett uh, hulladék közszolgáltatási szerződéssel, vagy legalábbis számlát kapott, az azt jelenti, hogy rendelkezik szerződéssel, annak igen uh, kötelező uh, regisztrálni az új rendszerben, sőt uh, további vállalkozásoknak is, hogy még pontosan kinek és milyen jellemzők alapján ezt majd a MOL gondolom, a folyamatos, kommunik a, mohu, a folyamatos kommunikációjában tisztázza. Változás várható a jövő évtől a hulladék gazdálkodásban. Uniós kötelezettség miatt január 1-től visszavezetik a betétdíjas üvegvisszaváltó rendszert.